Tamás Bokor felől Tisza-Eszlár felé vezet ez az út, melynek több mint egy kilométeres szakaszát már tavaly felújította a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Idén tovább folytatódtak a 36-34-es vonalon a munkálatok, további 3 kilométer hosszúságban immár Bashalom felé is új réteget kapott az aszfalt. A felújított szakaszokat a napokban adták át ünnepélyes keretek között. Ennek a 4 kilométeres szakasznak a felújítási költsége az bruttó 378 millió forint volt, melyet hazai forrásból a Magyar Falu program keretében tudtunk megvalósítani. Ezen felül a Bashalmi bekötő út felújítását is elvégeztük az idei évben. Ez szintén egy 3 kilométeres hosszúságú szakaszt érint. Teljes hosszában sikerült ezt az utat felújítanunk. Itt a profilmarást követően egy kiegyenlítő réteg került terítésre, majd erre került rá az 5 cm vastag kopóréteg. Itt is tartós burkolatjeleket festettünk fel, és mindkét oldalon 1 méter szélességben földpatkát építettünk. Ennek a nagyfelületű burkolatjavításnak az értéke az 170 millió forint volt, amit szintén hazai forrásból a Magyar Közút saját kivitelezésben tudott elvégezni. Látványos felfestések és kis szigetek növelik a közlekedés biztonságot a két felújított szakasz kereszteződésében. Vajda László Tisza-Eszlár polgármestere is a balesetveszély csökkenését hangsúlyozta ki. Mint mondta, az utak használata a rossz állapot miatt komoly kihívást jelentett az autósoknak a felújítást megelőzően. Már a rendőrség, a mentősök is, tűzoltóság is jelezte, hogy próbáljunk odahatni, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen nem lehetett, járhatatlan volt, mondhatom így, de köszönjük, ez óriási nagy segítség ezeknek a kis településeknek, hogy itt most a komfort zónájuk emelkedik, tehát, és meg büszkék is lehetünk rá a környező településen, hogy mi megújultunk. Tehát nagyon nagy tisztelet és köszönet jár mindenkinek, az országgyűlési képviselőnek, Óvári úrnak, hogy ez az útszakasz elkészült. Vinai Győző országgyűlési képviselő rávilágított, az elmúlt években több lépcsőben sikerült fejleszteni a közlekedést a térségben. Mint mondta, prioritás volt, hogy a falvak számára elérhetőbbé váljon az autópálya, de fontos volt az is, hogy megújuljanak a településeket összekötő 4 és 5 számjegyű utak. Teljes az öröm, sikerült mintegy 6 kilométer hosszan megújítani ezeket az alsóbrendű utakat, mintegy 460 millió forintból a helyiek örömére. Azt mondták nekem a helyiek, hogy ilyen jó út még soha nem volt. Én azt kértem tőlük, hogy balesetmentesen közlekedjenek, ne hajtsanak gyorsan, tartsák be a szabályokat, és a közút pedig nagyon magas színvonalon végezte a kivitelezést. Köszönjük szépen a megyei közútnak, minden munkatársának azt, hogy ilyen kivitelezést hajtottak végre, és azt, hogy azt a hiányzó szakaszt még betették a közút éves tervébe. Az átadási ceremónián elhangzott, a kormány a Magyar Közúttal közösen azon dolgozik, hogy a közeljövőben a Tiszavasváriba vezető 36-os, valamint a Tokaj felé vezető 38-as számú főút egyes szakaszainak felújítása is mielőbb megvalósuljon.